Jó estét kívánok az Oxigén Televízió kedves nézőinek, az esti híradót látják október 7-én szerdán. Mai adásunkban is Győr, illetve a térség legfontosabb híreinek összefoglalójával készültünk, így szó lesz többek között arról is, hogy Európa legnagyobb tetőre épült napelemparkját adták át Győrben. Elmondjuk a legfrissebb fejleményeket a koronavírus járványról, és az Eto FC Győr női csapatának legutóbbi mérkőzéséről is mutatunk önöknek összefoglalót, így érdemes ma is velünk tartani, kezdődik a híradó. Átadták Európa legnagyobb tetőre épült napelemparkját Győrben. Az Audi Hungária és az E.ON közös projektjében a győri gyár tetejére több mint 36 ezer napelemet helyeztek el, mintegy 160 ezer négyzetméteren. Az eseményen részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki azt mondta, Magyarország élen jár a környezetvédelemben, ezért is fontos, hogy két német óriás vállalat közös projektje hazánkban valósult meg. A 4 milliárd forintos beruházással évente mintegy 5000 tonna széndioxidot takarít meg a vállalat. Európa legnagyobb tetőre épült napelemparkját adták át szerda délelőtt Győrben. Az Audi Hungária és az E.ON Hungária csoport közös projektjében több mint 36 ezer napelemet helyeztek el, mintegy 160 ezer négyzetméter tetőfelületen. Az eseményen Alfons Dintner, az Audi Hungária igazgatóságának elnöke úgy fogalmazott, ez a projekt az Audi fenntarthatóság iránti elkötelezettségének a jelképe. Audi Hungária ist damit zweifellos ökologisch nachhaltig. Az Audi Hungária minden kétséget kizáróan ökológiai szempontból is a fenntarthatóságot választotta, ezzel együtt pedig elkötelezett a zöld, az erőforrásokat kímélő technológiák használata mellett, de ugyanilyen fontos számunkra a környezetvédelem és a fajok sokszínűségének megőrzése is. Ez az elkötelezettség a génjeinkben van. Ezzel a versenyképességünket, illetve a jövőnket is biztosítjuk. A CO semlegesség nem csak egy üres kifejezés számunkra. Lépésről lépésre csökkentjük ökológiai lábnyomunkat, és következetesen haladunk a klímasemlegesség felé vezető úton. Az eseményen részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki beszédében hangsúlyozta, Magyarország élen jár a klímaváltozás elleni küzdelemben. Éppen ezért is fontos ez a beruházás, amely Európában egyedülálló. A legismertebb, legnagyobb és legmodernebb német vállalatok közül kettő, egy európai összevetésben is egyedülálló beruházást hajtott végre itt Győrött, itt Magyarországon. Ez a mai beruházás két német vállalat óriás Magyarország melletti lojalitásának a bizonyítéka, és bizonyítja azt is, hogy a magyar szakemberek és német vállalatok közösen világra szóló teljesítményre képesek. A 4 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően a győri gyár tetején lévő napelempark mintegy 10 gigawattóra éves energiát termel, ami megfelel 3800 háztartás éves energia szükségletének. Az ünnepségen dr. Dézsi Csaba András Győr polgármestere azt mondta, a városvezetés nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelemre. A polgármester kiemelte, ha az Audi fejlődik, akkor Győr is fejlődik. Az Audi nem csak azért nagyon fontos Győr városa számára, mert a legnagyobb munkaadója a győri embereknek. Nem pusztán azért Győr város számára elsőrendűen fontos, mert az egyik legnagyobb adófizetője Győr városának, hanem azért is nagyon fontos, mert a letelepedésével és a munkájával egy olyan munkakultúrát hozott Győr város életébe, egy olyan szemléletet, amiből az évtizedek során rengeteget tanultunk, rengeteget merítettünk, és rengeteget átvettünk más területén is az életnek. A most átadott napelempark mintegy 5000 tonna széndioxidot takarít meg évente. Az Audi célja egyébként az, hogy 2025-re a vállalat összes gyára széndioxid kibocsátás nélkül termeljen. Bemutatták szerdán Magyarország első tisztán elektromos meghajtású kamionját. A zöld rendszámos teherautó a győri innovatív cégcsoportnál teljesít szolgálatot a jövő héttől. Az eseményen részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki hangsúlyozta, fontos, hogy vannak Magyarországon olyan cégek, akik a koronavírus okozta nehéz helyzet ellenére nem leépítenek, hanem fejlesztenek. A most átadott kamion mellé egyébként 2021-ig még érkezik 9 darab hasonló jármű.
Bemutatták Magyarország első elektromos kamionját Győrben. A tisztán elektromos erőforrást használó teherautó a győri innovatív cégcsoportnál teljesít szolgálatot. A cég ügyvezetője elmondta, miután 5 éve berobbant a szállítmányozásba is az elektromobilitás, a cég első akart lenni abban, hogy elektromos járművekkel lássák el a szállítási feladatokat. A kamiont egyébként a jövő héttől a győri utakon is lehet látni. Jövő héttől kezdődően Győrben látható lesz a jármű a közutakon, ugyanis ki fogunk váltani egy legkorszerűbb Euro 6-os dízelüzemű járművet, ezzel viszont 39 tonna széndioxidot fogunk egyetlen egy járműnél megtakarítani, ezen fuvar feladatnál évente. Az ünnepélyes eseményen részt vett Szijjártó Péter is. A külgazdasági és külügyminiszter beszédében kiemelte, a koronavírus járvány nehéz gazdasági helyzetet idézett elő, ezért is fontos, hogy az egészség megvédése mellett a munkahelyeket is megóvja a kormány. Az innovatív cégcsoporttal együtt 904 magyar vállalat, összesen 425 milliárd forintnyi beruházásra vállalt kötelezettséget ebben a rendkívül nehéz időszakban, amelyek nyomán 155 ezer magyar ember munkahelyét, 155 ezer magyar család kiszámítható megélhetését tudtuk megvédeni. És hogy a magyar gazdaságon belül, a nemzetgazdaságon belül a nemzeti gazdaság milyen erőt képvisel, az világosan mutatja az a tény, hogy több mint 600 magyar tulajdonosi háttérrel rendelkező vállalat volt 1904 vállalat között. Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő az eseményen azt mondta, október 7-e Győr életében egy zöld nap. Én azt gondolom, hogy Győr életében ez a mai nap, október 7-e mindenképpen egy zöld nap, hiszen az Audi logisztikai központjából jöttünk, éppen egy sajtótájékoztatóról, ahol Európa legnagyobb alapterületű napelem parkjának átadására került sor, 160 ezer négyzetméter. Ott elhangzott, hogy ez 22 futballpálya, én ezt átváltottam kézilabdapályára, az valószínűleg körülbelül 110 kézilabdapálya, hiszen szeretünk elsők lenni, nem csak a kézilabdában, hanem úttörők lenni az élet különböző területein is, és hát ennek egyik jeles eseménye ez a mai. Az átadott zöldrendszámos jármű mellé még 2021-ig érkezik 9 ilyen kamion a vállalathoz. Egy elektromos teherautó egyébként egy évben a saját tömegével megegyező mennyiségű széndioxidot takarít meg. Ma délelőttre is emelkedett az igazolt koronavírus fertőzöttek száma Győr-Moson-Sopron megyében. Már több mint 1800 esetről tudnak a szakemberek. Egy nap alatt 24 ember vesztette életét a kormányzati tájékoztató portál adatai szerint hazánkban azok közül, akiknél kimutatták a fertőzést. Kiemelten fontos az idősek és krónikus betegek védelme, írják. Az időseket is kérik, hogy fokozottan figyeljenek magukra és az általános óvintézkedések betartására. A kórházakban és az idős otthonokban látogatási tilalom van. Minden előadás elmarad ezen a héten a Győri Nemzeti Színházban. Ez a Mennyasszony tánc, a Hőstenor, a Váratlan vendég is az Elizabeth című produkciókat érinti. A színház közleményében azt írja, a teátrum berkein belül többen is pozitív koronavírus tesztet produkáltak, ezért van szükség a halasztásokra. Az épületet fertőtlenítik az előadások pótlásáról és a jegyvisszaváltásról a későbbiekre ígértek részletes tájékoztatást. Letartóztatták az eddig szabadlábon védekező Darnózseli Hentest, akit felesége meggyilkolásával vádolnak. Erről a kúria döntött. A férfi ügye 6 éve zajlik, de azóta sem született jogerős ítélet az ügyben. Korábban már kétszer felmentették a férfit, majd a győri ítélőtábla halált okozó testi sértés miatt találta bűnösnek, és 7 évre ítélte. Az ügy azért folytatódott most a kúrián, mert az ügyész súlyosítást, a védelem pedig felmentést kért. Új akadálymentesített közösségi térrel és kajakokkal várja a vízitúrázókat a Mosó-Magyaróvári Vízisport Egyesület. A szervezet elnöke elmondta, tapasztalataik szerint egyre nagyobb az igény a komfortos kiszállóhelyekre, ahol a kirándulók akár egy éjszakát el is tudnak tölteni. Polhammer Jenő hozzátette, ezért is csatlakoztak, a 7 szigetközi települést érintő összesen csaknem 300 millió forint támogatású projekthez, amelynek a vízi és a kerékpáros turizmus erősítése a célja.
Most minden csendes a Moson-Magyaróvári Vízisport Egyesületnél. Őszi eső áztatja a partot és a csónakokat, a nyári szezonban viszont egyre többen jönnek ide kikapcsolódni. Ezért is döntöttek a telephely fejlesztése mellett, amelyre a 7 szigetközi települést érintő csaknem 300 millió forint támogatásból nyílt lehetőség. A beruházás egyik eleme a meglévő épület bővítése volt. A meglévő épületünket bővítettük egy több mint 80 négyzetméteres akadálymentesített közösségi térrel, amihez tartozik egy akadálymentes fürdő WC-vel, és egy közösségi tér, amit az egyesület sportolói és az ide látogató turisták tudnak használni. A pénzből eszközbeszerzésre is futotta, amelynek részeként új túrakajakokkal bővült a flotta. A tapasztalatok szerint egyre nagyobb az igény a komfortos kiszállóhelyekre, ahol akár egy éjszakát is el tudnak tölteni a vendégek. Ehhez persze a projektben résztvevő 7 település együttműködésére is szükség van. Mindenki ugye egy célért dolgozik, tehát gyakorlatilag ez az Óvár-Győr vízi turisztikai útvonalat öleli fel. Olyan jellegű nehézségek adódtak, hogy azért amikor egy településen valami akár apró probléma van, akkor ebben minden partnernek együtt kell működnie, de egy célért ez azért menni szokott. Az egyesület több mint 30 millió forinthoz jutott hozzá. Az önkormányzat egy átmeneti hitellel, illetve 4,5 millió forint visszanemtérítendő támogatással segített az elképzelések megvalósításában. Újra korlátozás nélkül lehet használni a Jókai parkolóházat Győrben. Az elmúlt napokban a Jókai utca felújítása miatt kellett lezárni a parkolóházat, a munkákat viszont befejezték a szakemberek, így újra be lehet hajtani. A létesítményt a Bajcsy-Zsilinszky utca felől lehet megközelíteni, és ebben az irányban is lehet elhagyni. Kis Jánost választotta alelnökének a Magyar Művészeti Akadémia. A 119 szavazatból 107-et kapott meg a Győri Balett korábbi igazgatója. A megbízatás 3 évre szól. Kis János a Győri Balett alapító tagja, majd 1991-től vezette is a társulatot, egészen az idei évig, amikor Velekei Lászlónak adta át a tisztséget. 2017 óta tagja az MMA-nak is. Az októberi közgyűlést azért kellett összehívni, mert a szeptemberi fórumon nem sikerült megválasztani az egyik alelnököt és egy elnökségi tagot. Győri címeres zászlót lehet igényelni a Városházától. Az önkormányzat közleményében az áll, ezzel szeretnék erősíteni a helyi identitás tudatot és kifejezni az összetartozást. A győri ingatlan tulajdonosok 2 méretben igényelhetik a lobogókat október 15-éig e-mailen keresztül. A zászlók átvételekor az igénylőknek egy nyilatkozatot kell aláírniuk, amelyben vállalják, hogy nemzeti ünnepeiken a lobogókat kitűzik a házra. Az igénylés részletei megtalálhatóak a győr.hu-n és a győrihírek.hu weboldalakon is. Ketté szakadt a női labdarúgó NB1 mezőnye, amíg 4 együttes a dobogóért küzd, 4-en a kiesés és az osztályozó elkerüléséért harcolnak. A megfiatalított Eto lánycsapat is utóbbiért lép pályára hétről hétre. Az értékes szombathelyi döntetlen után hazai pályán egy másik riválist, a szegedieket fogadták a zöldfehérek. Október a merrák elleni küzdelem hónapja, éppen ezért a megszokott szerelésüket rózsaszín sportszárral egészítették ki a győri lányok, hogy ezzel is felhívják a figyelmet a szűrés fontosságára. A Szent Mihály jeleni derbi fontosságára viszont alig kellett bárkit is emlékeztetni, hiszen a felek számára eddig nem sok babér termett a szezonban. A piros sárgák a kellennél nyertek, a zöld félek a haladás otthonából hoztak el egyetlen pontot, a többi összecsapás mindkettőjük számára verességgel ért véget. Így aztán mindkettőjüknek létfontosságú a győzelem. Ki gondolta volna, hogy már a második perc átéri az edzők fejében a forgatókönyvet, Török Lilla ugyanis remek helyzetfelismeréssel messziről bevette az Eto kapuját. Mindenki átérezte a mérkőzés fontosságát. Számunkra minden mérkőzés kulcsmérkőzés, de azért tudjuk a helyünket, hogy melyek azok a mérkőzések, ahol tényleg komoly szansunk van pontot szerezni. A gól láthatóan megfogta a hazaiakat, többnyire a Szent Mihály akarata érvényesült.
Ez persze az is kellett, hogy összeszokottságról nehéz beszélni Gyuri részről. Sérülés és betegség miatt öten is hiányoztak a kezdőcsapatból. Ha azt veszük, hogy tavaly a nyitófordulóban, amikor a vendégcsapat éppen itt Győrben mutatkozott be az élvonalban, és tette ugyanezt a győri kispadon Kulcsár Zsolt, ki gondolta volna, hogy az akkori együttesből mindössze ketten maradnak hírmondónak a mostani kezdő 11-ben. Ha nem lett volna öreg Szinti a szabadrúgása, még komoly győri lehetőségről sem beszélhetnénk, de ő nem a kaput, hanem a kameránkat találta csak el. Nem úgy a túloldalon Török Lilla, aki fél óra után megduplázta góljainak a számát. A Lesben reménykedő hazaiak között jó ütemben bújt ki, és lőtte szezonbeli negyedik gólját. A Kelen után a másik kulcsmeccsen az Eto'o ellen is duplázott a csatár. Mi terveztük, hogy az első 15-20 percben támadjuk le őket, és megpróbáljuk megszerezni a vezetést. Így is sikerült, nagyon határozottan és ügyesen játszottunk. Pontosak voltak a passzok, és sikerült befejeznünk az első félidőt két góllal. Az első félidő több gólt nem, de néhány helyzetet még hozott. Szembeszélben is bátran lőttek a vendégek. Látható volt, hogy a győri kispadon valamit ki kell találni. Kulcsár Zsolt is úgy döntött, 45 perc után nem kevesebb, mint három helyen is változtat. De ekkor még csak reménykedett abban, ami végül is bekövetkezett. 180 fokos fordulatot vesz a játék. Mikor megkaptuk a második gólt, akkor lelkileg leült a csapat. Nem a három lányom múlt, mert mégis teljesen azt kell mondanom, hogy több poszton is cserélhettem volna. Isten igazából tényleg az volt a lényeg, hogy kicsit felrázzuk a társaságot, és hála Istennek ez bejött. A második félidőben ugyanis végig az Eto'o dominált. Ahogy felesleges volt tulajdonképpen az egyik térfél az első játék részben, a másodikban is ugyanezt elmondhatjuk. A zöldférek egyre kombinatívabban játszottak, sokáig azonban csak a levegőben lógott a szépítő gól. Már egy óra is eltelt, amikor az idei gólfelelős Bódai Viktória visszahozta a reményt a győri lányok számára. Félidőben kis fejmosást kaptunk, ha mondható igen. Hát a edző egy kicsikét helyre tette a fejünket, és úgy mentünk ki, hogy fordítanunk kell. Kettő egy után még inkább felbillent a pálya. A Szent Mihály cserékkel próbálta frissíteni a játékot, de ebben volt kényszerű váltás is. Az egyik kulcsember Savanya Csilla lába is görcsöt kapott, így az utolsó negyed órát már nem tudta vállalni. Elsőre nagyon fájdalmas volt, de még mindig érzem, és ez a heti két meccs ez elég húzós volt. Szerintem, hogy a második fél első 10 percében már látszódott, hogy a csapat nagyon is kezd fáradni. Ahogy kitűnő egyéni meglátás kellett a nap első, ugyanúgy kellett az utolsó góljához is. A hónapokat kiadó horvát Szintia gyönyörű emelése után először csillant meg a remény a győri győzelemre. A 81. percben ugyanis ismét egyenlő volt az állás. Már rendben vagyok teljesen, csak hosszú volt a felépülésem a vírus véget. Ugye kimaradt így a rehab. Igen, sikerült gólt szereznem, nagyon örültem neki. Szerencsére segítettem a csapaton. A hajrában mindent megtett a Szent Mihály, hogy kihúzza a végéig, és nagy erőket mozgósított az Eto'o, hogy begyömöszölje a harmadik találatot, de pontatlanok voltak a befejezések. A meccs legnagyobb zicsere is ekkor maradt ki, előbb Bódai majd öreg vehette volna be a csongrádiak kapuját, de a lövés végül nem ért hálót, így maradt a talán igazságosnak mondható döntetlen. 2-0 igazából nekünk tartani kellett volna az eredményt, eljött egy kicsit elrohantuk, kapkodtunk, összeesett a játékunk, pontatlanok voltak a passzaink, nem tudtuk befejezni góllal a támadásainkat, és dekoncentráltak voltunk, ebből kaptuk a két győri gólt. A Szent Mihály ennek a 2-2-nek köszönhetően már 4 pontot csentel közvetlen riválisaitól idegenben, míg az Eto'o második döntetlennyével tulajdonképpen megduplázta előnyét következő ellenfele, a sereghajtó Kelen SC-vel szemben. Elmaradt az UEFA ifjúsági liga sorsolása a koronavírus járvány miatt. Az U19-es labdarúgó bajnokok ligájában az Eto'o FC Győr utánpótlása is érdekelt. Az eredeti lebonyolítási rend szerint 32 ország bajnok csapatai küzdöttek volna oda-visszavágós, selejtező rendszerben. A sorozat azonban egyelőre nem indul el. Az UEFA ifjúsági liga munkacsoport már dolgozik az új lebonyolítási rend véglegesítésén. Az aktuális információk szerint a mérkőzésekre 2021. márciusában kerül majd sor. A pontos dátumokat a klubok a későbbiekben kapják majd meg, számolt be róla az eto.hu.
Ajándékcsomaggal lepte meg a Győri Audi Etokácia Kórház járványügyi ambulanciáját. Rendszeres vendégek a klub sportolóit, ugyanis a Bajnokok Ligája mérkőzések kapcsán hetente kell tesztelni, de a magyar jogszabályok értelmében a külföldről hazatérő sportdelegáció is hatósági karanténba kerül, melyet csak negatív teszteredmények után lehet hatósági engedéllyel elhagyni. A klub a csapat minden játékosa által aláírt Eto meccspólókkal lepte meg az egészségügyi dolgozókat a közelmúltban. Végül az időjárásról. Csütörtökön élénk, erős északi-északnyugati szél fúj, napos, száraz, de kissé hűvös idő várható. Éjjel többnyire gyengén felhős, csillagfényes lesz az égbolt, csapadék sehol nem hullik, a szél is legyengül. Hajnalra párássá válik a levegő, foltokban köd képződik. Pénteken mérsékelten, szombaton pedig erősebben fátyol felhős, szűrt napsütéses idő várható, csapadék nélkül, reggelenként megint előfordulhat köd, kissé emelkedik a hőmérséklet, nagyjából az ilyenkor szokásosnak megfelelően alakul. Kedves nézőink, Önök az Oxigén Televízió műsorát látták október 7-én, szerdán. Térségünk legfrissebb híreivel holnap este 7 órától újra várjuk Önöket. Most című hírfolyamunk pedig délután 3 órától jelentkezik. Tudósításainkat újra nézhetik weboldalunkon a győrihírek.hu-n és az Oxigén Hírügynökség Facebook oldalán is, ahol további híreinket is megtalálják. Munkatársaim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, jó éjszakát, kellemes pihenést kívánok, a viszontlátásra! Thank you.